Vadásznak a mézeinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Átadták a felújított keresztet, ünnepeltek a bonyhádi németek hétvégén. Lecsó fesztivál Tolnán, minden a finom ételről szólt a városban. Országos szívklub egyesületek találkozója Dombóváron, 12 egyesület mérte össze tudását a szakmai és sportrendezvényen. Társas játékok népszerűek kicsiknél és nagyoknál egyaránt. Egy kormányprogramnak köszönhetően az országban megújulnak az útmenti rossz állapotban levő keresztek. A bonyhádi német nemzetiségi önkormányzat sikeres pályázatának eredményeként a hétvégén egyet át is adtak a Tolna vármegyei település Ladományi részén. Az ünnepségen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő is beszédet mondott. Európa a kereszténység nélkül csupán egy földrajzi fogalom lenne. A kereszténység a hit hozzátartozik a mindennapjainkhoz. A kormány az elmúlt évek óta ezért is támogatta régi keresztek felújítását és újak felállítását, mondta Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője a hétvégén Ladományban megrendezett keresztentelő ünnepségen. A bonyhádi német önkormányzat 3 keresztnek a felújítását kezdeményezte, illetve erre adta be a pályázatát, egyrészt itt Ladományban, másrészt pedig Bonyhád végén a Zombai Teveli út elágazójában és a Bonyhád Varasdi tetőn régi keresztek voltak, azokat kellett felújítani, 3 millió forintot nyert el ebből a célból. Az államtitkár szép gesztusnak tartja, hogy az utókor felújítja a több mint 100-150 éves kereszteket. A bonyhádi német önkormányzat sikeres pályázatának eredményeként újulhatott meg a kőkereszt. Köllerné Koch Ilona elnök egyben az országos német önkormányzat tagja is. Szerinte a németség mindig is vallásos volt, ezért tudtak megmaradni évszázadokon keresztül a nehézségek ellenére is. A világháborút, a kitelepítést, a Mállenki robotot mindig a vallás segítette őket tovább, és a keresztállítás is azt mutatja, hogy vallásosak voltak. Ha valami bánat érte őket, vagy valami öröm, akkor egy keresztet állítottak. Ennek vagyunk tanúi most itt Ladományban. A ladományi keresztet Markovics Milán morvezető kiemelt tábori lelkész pasztorális helynök szentelte meg. Meg kell védenünk Brüsszellel szemben a magyar rezsicsökkentést, jelentette ki Orbán Viktor egy rádióinterjúban. A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy a kormány az év első 7 hónapjában odaadott a családoknak az intézkedésen keresztül 1078 milliárd forintot. Mint fogalmazott, minden magyar család 181 ezer forint támogatást kap minden hónapban a fizetésén felül, hiszen ennyivel magasabb lenne az energia számlája, ha nem lenne rezsicsökkentés. A kormányfő azt mondta, Brüsszel sokalja a magyar intézkedésre fordított pénzt, szerintük a magyar családoknak többet kellene fizetniük. Nagyon nagy baj, hogy az Európai Unió ezt támadja. Az Unió nem ért egyet azzal a rezsicsökkentési rendszerrel, ami Magyarországon van. Sokalja. Szerintem erre kevesebbet kellene költeni. A családoknak többet kellene fizetniük. És ránk akarja ezt kényszeríteni. Mindenfajta leveleket ír, fenyegetőzik és így tovább. Tehát nekünk folyamatosan, illetve a pénzügyminiszternek folyamatosan Brüsszelben meg kell védenie a magyar rezsicsökkentést, mert ha szemtesszük, akkor 181 ezer forinttal fog családonként megnövelkedni a családok havi kiadása, amit nem fognak tudni kifizetni. Persze én értem, hogy a brüsszelieknek miért szúrja a szemét a magyar rendszer. A magyar rendszer azért szúrja a szemét, mert európai összevetésben Magyarországon fizetik az emberek a legalacsonyabb áram és gáz árat. Tikkasztó hőségben, de remek hangulattal kezdődött az idén már 5. alkalommal megrendezett Lecsó Fesztivál a Tolnai Vándorló Szépkorúak baráti körének szervezésében. A vidám társaságot bordalokkal és citerazenével szórakoztatták a finom ételek mellett. 5. alkalommal került megrendezésre a már hagyományá vált Lecsó Fesztivál Tolnán. Közel 90 vendég vett részt az eseményen, amely szokás szerint a vándorlók vezetője Zsinka János háza előtt az utcán felállított sátrak alatt zajlott. Egy hagyományos, úgymond parasztlecsót csináltunk, alápirítottuk a szalonnát, annak a zsírjával megdínszeltük a hagymát, rá a paprikát, a paradicsomot, és a zsírba kiszedett szalonnát visszaraktuk, és a füstölt kolbász is beletettük.
izgalmas ízek voltak, de van itt olyan csoporttársam, aki sertésvelővel csinálta velős lecsót csinált, van, aki cigállecsót káposztával, csirkecomban, mindennel, csirkemájos, sokféle lecs, nagyon-nagyon gazdag. 8 bográcsban készültek a lecsók, amelyek között voltak hagyományosak, de a megszokottal eltérőek is. Utóbbiak közé tartozott a csirkemájas, valamint a velős változat. Megvannak már az eredmények. Én megmondom őszintén, nekem a legtradicionálisabb módon készült lecső íz lett a legjobban. Volt nem egy, nem kettő, ami maga nevében teljesen különleges volt. Különleges ízeket hozott, párosításokat, akár májas, velős, csirkehúsos, de én maradnék a tradicionális, legegyszerűbb változatnál, nekem az íz lett a legjobb. A zsűri végül idén a hagyományos csípős lecsót választotta meg legfinomabbnak, így övék lett a vándorfakanál. Az ebéd után a Kunszent Miklósról érkezett vendégek citera és énekprodukciója következett, illetve nosztalgiadalok és népdalok színesítették a délután hátralévő részét. Az esemény idén is remek hangulattal zárult. 10 baleset történt hétvégén Tolna vármegye útjain. Majós és Aparhan között egy motoros sérült meg súlyosan, miután a járművével letért az árokba és elesett. Decs térségében pedig egy vad és alkohol okozott gondot. Az ittas vezető megpróbálta kikerülni az állatot, de elvesztette az irányítást a kocsia felett és fának csapódott. A rendőrség minden közlekedőtől fokozott figyelmet kér. A Magyar Szívegyesületek Országos Szövetségének éves sportrendezvényét idén Dombóváron tartották. A településre 12 egyesület érkezett szerte az országból több mint 300 résztvevővel. A háromnapos sportrendezvényen számos szellemi és fizikai játék várta a látogatókat. 6. alkalommal rendeztek hagyományos sporttalálkozót a Magyar Szívklub Egyesületek. A háromnapos találkozóra az ország távoli vidékeiről is érkeztek csapatok Dombóvárra, hogy megmérettessék magukat különböző sportágakban. Hosszú Sándor, a civil tanács elnöke, a dombóvári civil összefogás jelentőségét hangsúlyozta. Rendkívül módon erősödött az elmúlt években a civil összefogás egyesületi szinten városunkban, hiszen jelen rendezvényünknek nélkülözhetetlen partnerei a városban működő civil, illetve sportegyesületek, akik nem csak a lebonyolításban, hanem az előszervezésben is nagyban kivették a részüket. Ezt az eseményt a Dombóvári Szívklub Egyesület most rendezte meg először. Ez nagy megtiszteltetés a város részére. A találkozóra több mint 300 fő érkezett, ezért az ő elszállásolásuk valóságos kihívást jelentett a kisvárosnak. Mindenféle szálláshelyet felkutattunk, gyakorlatilag Dombóváron több mint 2/3 elfér az ide érkező vendégeknek, Döbrökközön és Kaposszegcsőn kellett még egy magánszálláshelyet kibérelnünk, illetve ma úgy alakult, hogy még az ifjúsági tábort is ki kellett nyitnunk, hiszen többen érkeztek, mint ahogy mi terveztük. A Szívklub Egyesület történetéről beszélt dr. Berecki Mária, a Dombóvári Szívklub Egyesület elnöke. A doktornő a mostani találkozó fontosságát emelte ki. Amikor legelőször voltunk egy ilyen sportrendezvényen, akkor nagyon tetszett ez nekünk, mert úgy láttuk, hogy ezek a sportrendezvények motiválják az embereket arra, hogy mozogjanak rendszeresen, esetleg készüljenek ezekre a versenyekre. Tehát mindenképpen azt érték el, hogy az emberek sokkal többet mozogtak, sportoltak, és főleg amikor kezdődött egy-egy ilyen sportnak, akkor meg fokozottabban készültek ezekre a versenyekre. Az országos találkozó első napján egy látványos és veszélyesnek tűnő sporttal szórakoztatták az egybegyülteket. A nemzetközileg is elismert dombóvári Jumpers kötélugró sportegyesület mutatta be produkcióját. A három nap alatt úszás, gyaloglás, lövészet, röplabda, sakk, kispályás labdarúgás, kosár és kézilabda, teke, darts, petánk, asztali tenisz, futás, horgászverseny szerepelt a sportok listáján. Szombat volt igazán a sportok napja, melyet egy zenés gálával zártak este. Vasárnap hirdettek sporteredményt a csapatok között. Újabb mérföldkövet ért el a magyar vállalkozásokat segítő Baross Gábor újraiparosítási hitelprogram. A szerződött források mennyisége alig 6 hónap alatt kimerítette a rendelkezésre álló 1000 milliárd forintos keret 75%-át, jelentette be hétfői közleményében a Gazdaságfejlesztési Minisztérium. A támogatás keretein belül beruházási forgóeszköz és zöld hitel igényelhető. A pénz a jelenlegi magas kamat környezetben rendkívül kedvező, a futamidő végéig fix kamat mellett érhető el. Forint hitel esetén jellemző a legfeljebb 6%-os,
Euróhitel esetében pedig legfeljebb 3,5%-os szinten. A szerződött ügyfelek 68%-a egyébként a KKV-szektorból került ki. Ők a hitelállomány alapján a források 43%-át használhatják fel. Átúszta a Franciaországot Angliával összekötő La Manche csatornát egy 16 éves dombóvári lány. Tóth Diana Anna múlt héten egy váltótagjaként vágott bele a kihívásba. A fiatal Egyiptomban él, és egyre gyakrabban hívja fel magára a figyelmet hasonló teljesítményekkel. A lány mostani úszásával különleges társaságnak lett a tagja, hiszen a csatorna átúszást eddig 4 magyar teljesítette. Hajós Gyula 1978-ban, Szlavicsek Gizella 1988-ban, Székely Máté 2013-ban, Mányoki Attila pedig 2013-ban. A Társasjáték Vár Egyesület első alkalommal rendezte meg a Dél-Dunántúli Társasjáték Klub találkozót Tolnán, annak reményében, hogy a környékbeli klubok és egyesületek megismerjék egymást, ötleteket és tapasztalatokat cseréljenek. Több mint 150 különböző fajta játékkal készültek a részvevőknek. A sárga megvolt, végigértünk, megy a jelölő, mindenki elkönyvel magának egy üzemanyagot. Első alkalommal került megrendezésre a Dél-Dunántúli Társasjátékklub találkozó, annak reményében, hogy a környékbeli társasjátékklubok és egyesületek megismerjék egymást, ötleteket és tapasztalatokat cseréljenek. Általában az ilyen könnyed, nagyon gyorsan elmagyarázhat a játékok. Azoknak van létjogosultsága az ilyen rendezvényeken, hiszen a családok is azt szeretik, amikor pár perc alatt megtanulva egy nagyon jó élménnyel állhatnak fel az asztaltól. Egyébként most itt készültek kollégáink, nem a mi egyesületünkből, de egy másik egyesületből, az Irek Szemcsei Egyesületből egy társasjátékkal, amit ők fejlesztettek. A rendezvényen belül lehetőség van új, saját fejlesztésű játékok bemutatására és tesztelésére, így azonnali visszajelzést kapnak a játékfejlesztők a kipróbálók élményeiből és reakcióiból. Szerettünk volna mindig egy olyan saját játékot a klubba, amiben mindenki talál kedvére való elemet, ugye vannak gyengébb, erősebb játékosaink, vannak, akik a gamer játékokat szeretik, vannak, akik csak a party játékokban vannak otthon, ezért úgy gondoltam, hogy kitalálok egy olyan játékot, amiben minden elem megtalálható, és majd közösen megyünk abba az irányba, hogy mindenki számára minél jobban játszható legyen. A fejlesztés az körülbelül egy fél éve tart, nem folyamatosan tesztelünk, hanem egy-két havonta, hetente havonta kerül sor egy-egy próbajátékra, és tudni kell a játékról, hogy minden játék alkalom után erősen megváltozik a játékmechanika, hiszen ha új ötletek vannak, akkor fontos újra tervezés van. Ide is azért hoztuk el, hogy friss véleményekkel találkozzunk, és a második partit játsszuk éppen, már új szabályokkal az előzőhöz képest. Az összejövetel létrehozásával olyan hagyományt szeretnének megteremteni, amellyel minden évben országos figyelmet tudnak irányítani a hazai társasjátékos életre. Céljuk, hogy egy időben kortól függetlenül minél több emberhez eljusson a játék önfelett élménye. A programok rengeteg olyan megoldást adnak a hétköznapokra, amivel például a gyerekek elcsábíthatóak a telefonoktól, és a játék összehozza a családokat. Azonban nem csak a gyerekeseknek nyújtanak megoldást, hanem olyan baráti társaságoknak is, amelyeknek akár több órás játékokra van szükségük. Ezek már komoly agymunkát és stratégiai gondolkodást igényelnek. Regionális híreink következnek. Nehéz az iskolatáska, tartás problémát okozhat a túlzott terhelés. Tűzgyújtási tilalom, a döntést a NEB hozta, részletek a katasztrófa védelemtől. Erő élni akarás a háború szörnyűségei között ukrán fotósok képeiből nyílt kiállítás Pécsen. Közeledik az iskola év kezdete. Ilyenkor minden esztendőben kérdésként merül fel, mekkora terhet jelent a táska a gyerekeknek, illetve milyen elváltozást okozhat a gerincnek. A szakorvos azt mondja, a testsúlyhoz kell viszonyítani a táska súlyát, kerülni kell a felesleges terhelést. Egy gerincferdüléses gyerekről készült ez a felvétel, jól látszik, mennyire deformálódott a csigolyasor. Sok szülő ettől félti a gyerekét például, amikor a féloldalas iskolatáska hordásáról akarja lebeszélni. Tehát a féloldalas iskolatáskának a hordása, ez tévhit, hogy gerincferdüléshez vezet.
tehát hogy nem erről van szó. Tehát a gerincfertőzés az egy ismeretlen eredetű, az esetek legnagyobb részében egy ismeretlen eredetű betegség, és hogy bizonyítottan nem lehet kimondani azt, hogy a féloldalas terhelés vagy az aszimmetrikus terhelés az gerincfertőzéshez vezet. Azonban a telepakolt iskolatáska tud problémát okozni, hiszen megterheli a gyerekek izomzatát. A nehéz iskolatáska az inkább azt mondom, hogy talán hogy hanyattartásnak a kialakulásához vezethet, hiszen a vállaknak az előrehúzása, és ugye ezáltal az iskolatársa súlyának a megtartása, az a hátizmok elégtelen fejlődése miatt tud hanyagtartáshoz vezetni, de ugye a hanyagtartás meg a valódi gerincfertőzés az két teljesen különálló entitás. Tehát, hogy teljesen máshogyan is kezelendő. A szakorvos azt mondja, figyelni kell a táskák súlyára, mert van egy határ, amit nem szabadna átlépni. Az iskolatáska súlya a gyerek súlyának a 10-20%-ánál ne legyen nehezebb. Az iskolatáska az úgy legyen kialakítva, hogy tehát ez az úgynevezett ergonomikus táskák, tehát hogy a hátvonalának megfelelően kellő merevítésekkel ellátva, viszonylag széles állítható pántokkal, ha már ugye háton hordjuk az iskolatáskát, de hogy egyre inkább elterjedőben vannak ezek a kurulós táskák, amelyek nem befolyásolják a gyerekek testtartását, ezért ajánlottak az orvos szerint. Dr. Bogyó Csaba azt mondja, ha a szülő azt látja, hogy megváltozik a gyermek testtartása, forduljon szakorvoshoz. Ugyanis a hanyagtartás és az úgynevezett Shearman kór tünetei hasonlóak. Korai felismeréssel ez a kór 100%-ban gyógyítható. A Shearman kórnál a csigolyatest fejlődési zavarának következtében a csigolyák ék alakúvá deformálódnak. Többnyire a háti szakasz érintett. Tipikus tünete a domború hát, a gerinc mozgásainak beszűkülése. Egyébként a szakorvos azt ajánlja, hogy az egészséges gyerekek sportoljanak, így erősödhetnek meg azok az izomcsoportok, amelyek a helyes testtartásért felelnek. Tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe az egész ország területén. A döntést a kánikula miatt hozta a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Ez azt jelenti, hogy az intézkedés ideje alatt tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. Már a negyedik kánikulai hullámtól szenved az ország. Az elmúlt napokban még csak az ország egy jelentős részén volt tilos a tűzgyújtás, péntekre azonban megérkezett a rendelet, hogy augusztus 26-ától már az egész országban tűzgyújtási tilalom lép életbe. Ezt a rendelkezést a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal közleményben adta ki pénteken. A gondatlanságból okozott tüzek oltása pedig a katasztrófa védelem feladata. Tudnunk kell, hogy a tűzgyújtásnak vannak szabályai. Nagyon fontos, hogyha tüzet rakunk, akkor azt soha ne hagyjuk felügyelet nélkül. Mindig legyen nálunk oltóvíz, illetve tűzoltására alkalmas eszköz, például lapát vagy homok, illetve hogyha feltámad a szél, akkor azonnal oltsuk el a tüzet, hiszen ilyenkor nagyon gyorsan el tud terjedni a tűz, és hatalmas katasztrófa is lehet belőle. Gondolok például a Patacsi tűzesetre, ami ugye kis tűzből indult, feltámadt a szél, és hatalmas területen pusztított. A tűzgyújtási tilalom alatt tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, ideértve az interaktív tűzgyújtási tilalom térkép bejelölt területeken található tűzrakó helyeket, a vasút és közútmenti fásításokat, tovább a parlag és gazégetést is. A NÉBIH javasolja, hogy a tilalommal nem érintett belterületen is zárt égésterű eszközöket, elektromos, esetleg gázgrillt használjanak. A tűzgyújtási tilalmat, vagy fokozott tűzveszély időszakot, azt az erdőgazdálkodásért felelős miniszter hirdeti ki, figyelembe véve a meteorológiai körülményeket, mennyi eső esett az elmúlt időszakban, mennyire van kiszáradva a növényzet, illetve azt is, hogy az adott területen milyen gyakran fordul elő szabad területi tűz, és ez mekkora területet érint. Baranya vármegyében idén eddig 117 alkalommal riasztották a tűzoltókat a szabad területen történt tűzeset miatt. 100 alkalommal kellett beavatkozni, ennek fele erdő és vegetációs területen keletkezett tűz volt. Megtörhetetlenek címmel nyílt fotókiállítás az orosz-ukrán háborúról a pécsi civil közösségek házában. Két fotós dokumentálta és dokumentálja ma is, mi történik Ukrajnában, milyen szörnyűségeket kell megélniük az embereknek a harci események miatt.
emberi sorsokat mutatnak be, a képek mellett ismertetőkkel, így számolnak be arról, hogy mekkora élni akarás erő jellemzi ebben a helyzetben az ukránokat. Üvegszemét tartja a kezében ez az ukrán katona, aki a háborúban vesztette ellátását. Az ő tragédiáját is megörökítették azok a fotósok, akik a háború kitörése óta fotozzák a harci események következményeit. Az ő képeikből nyílt kiállítást Pécsen, a civil közösségek házában. Maga a kiállítás azok emberi sorsok. Például ezt a fiatalembert, akit a szemét elveszítette, ez egy mesterlövész volt. Most itt a kezében tartja az egyik szemét, teljesen megvakult. Ez egy óriási tragédia, viszont ez a fiatalember most nősült meg. Mindennek ellenére van annyi hite, van annyi ereje, hogy vissza tudott térni a civil életbe, és megtalálta a boldogságot. Éppen ezt az óriási élni akarást, erőt mutatják be a fotók, amely jellemzi az ukrán népet a szörnyűségek idején is, mondta a megnyitón ukrajna-magyarországi ideiglenes ügyvivője. Az alkotók Konstantin és Vlada Liberova. Két egyszerű ukrán fotós, akik ugye élték civil életüket, és miután 2022. február 24-én kitört a háború, illetve Oroszország teljeskörű agressziót indított Ukrajna ellen, úgy gondolták sokan másokkal együtt, hogy valamit tennük kell. Tehát nem ülhetnek otthon, nem hallgathatnak, hanem vették, azt tették, amihez értenek. Vették a fényképezőgépet, megkaptak minden szükséges engedélyt, és elkezdték járni az országot, hogy dokumentálják azt, ami a 21. században nem szabad lett volna, hogy megtörténjen. Gyakran járnak kint a fronton, és közvetlenül megörökítik azt, ami ott történik. A képek az emberi sorsokon keresztül mutatják meg, hogy kitart Ukrajna nem adja meg magát. Hiába egy nagyobb ország katonai nyomása, nem adják fel, mondja Balogh István. Ezt az erőt akarják megmutatni a kiállítással, amit Magyarország több városába is eljuttatnak. Budapest után most Pécsen láthatók a fényképek, majd Szeged és Nyíregyháza következik a kiállítók sorában. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Átadták a felújított keresztet, ünnepeltek a banyhádi németek hétvégén. Lecsó fesztivál Tolnán, minden a finom ételről szólt a városban. Országos szívklub egyesületek találkozója Dombóváron 12 egyesület mérte össze tudását a szakmai és sportrendezvényen. Társas játékok népszerűek kicsiknél és nagyoknál egyaránt. Kedden már hidegfront válik meghatározóvá az egész országban. Csökken a hőmérséklet, nyugaton hűvös, máshol mérsékelten meleg. Változóan nagyrészt erősen felhős idő várható. Szorványosan kialakuló záporok, zivatarok is lehetnek. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!